Két esztendőt telt el azóta, hogy Tolnaváros ünnepi közgyűlés keretében átadhatta a városi díjakat azoknak, akik sokat tettek a közösségért. A Peszó Ferenc polgármester ünnepi beszédében annak adott hangot, bár nehéz időszakon van túl a város, mégis az elmúlt éveket a siker időszakaként értékelheti majd az utókor. 2019. májusa óta befejeződött a Tolnát faddal és domborival összekötő kerékpárút megépítése, átadásra került a Dunaparton az Altaripa szabadidőpark, megszépültek az iskolák, óvodák, épültek játszóterek Tolnán és Özsön, felújítottunk két civil házat, megnyílt a játszóház a városban. Közben a főközlekedési útjai megújultak a városnak, és a kisebb utcák közül is sok kapott új útburkolatot. Ebben az esztendőben 8-an vehették át elismerésüket kiki saját munkája eredményeként, vagy egy civil szervezet képviseletében. A Tolna városáért kitüntető címet ebben az esztendőben Rózsa László, a vállalkozó diakónus kapta, aki jelentős összegekkel támogatta a Tolnai Kálvária újjáépítését, és hozzájárult az ukrán háború menekültjeinek ellátásához is. A programsorozat délután a Hősök terén folytatódott. A boros hűvös időjárás ellenére is sokan vettek részt a rendezvényen. Először a helyi egyesületek léptek színpadra, köztük volt a Tolnai Mass Dance és a Fúsz János Zeneiskola énekkara is. Elsősorban a zeneiskolai hangversenyeken, növendék hangversenyeken, tanévzáron szoktunk szerepelni, de minden városi rendezvényen öröm magunkat megmutatni, és azt hiszem, hogy üde színfoltja a gyermekkórus bármilyen rendezvénynek. Rengeteg árus jött el hozzánk, szintén a rossz időtől függetlenül. Enni, inni bátran lehet, és hogyha akarjuk, akkor jól is érezhetjük magunkat itt újra Tolnán, a Városháza előtti téren, hiszen két évig a körülmények visszatartottak bennünket. A szervezők a kicsikre és a nagyokra is gondoltak egyaránt, hiszen arcfestéssel és különböző gyerekjátékokkal készültek. Az este folyamán pedig a hagyományoknak megfelelően sztár fellépő zárta az idei Tolnaváros napját.